a vallás nekem maga a szó is az, hogy vallás valaminek a megvallása. Számomra ami, ami, leginkább erős egy ilyen vallásban az, hogyha ez az ember tetteiben jelenik meg, az, hogy az életét áthatja. Szerintem egy igazi vallás arról szól, hogy az ember hogyan él, hogy mit tesz másokkal. És ugyanén keresztény vagyok, református vagyok, így kereszteltek is, konfirmáltam is, de a, nagyon, nagyon, élem a keresztény ökumenét, és nagyon sokat gazdagodom más felekezeteknek a, a, hagyományaiból, a rituáléiból, lelki gyakorlatokra járok például katolikusokhoz, szóval én nagyon kevéssé élem azokat a határokat vagy korlátokat, amiket mások keresztény közösségek között látnak. Emellett van nagyon sok buddhista ismerősöm, cimborán, van, aki egy hindu gurút követ, olyan is köztük, és, és nem, nem, látom azt a nagyon nagy különbséget. Azt látom, hogyha egy valaki, valaki ismerősöm, vagy bárki akár egy, egy tőlem nagyon távol lévő figura igazán egy hit mély lényegét követi, egy vallás központi tanításait, legyen akár buddhista, akár keresztény, ezeknek a különböző vallás embereknek az élete egy irányba fog mutatni. És ez a, a nem ártás elve, ez annak az elve, hogy ugyanazt teszem a másikkal, amit szeretném, hogy ő tegyen velem. Szerintem, ha valakinek az életében ez, ez az üzenet tükröződik, akkor ő számomra egy vallásos igaz ember.